Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel várom Önöket az Adó Egyetem rendezvénysorozat előadásain. Hát nagyon sok mindenről fogunk tudni beszélni, hiszen az áfa változások azok mindig elég jelentősek, de most különösen jelentősek. Itt a szó lesz a behatatatlan követelés adóalapjának csökkentéséről, amit végre bevezet majd a jogalkotó 2020-tól. Akkor beszélni fogunk egy különleges adó visszatérítési eljárásról, ami a nem levonható áfák tekintetében illeti meg az adóalanyokat. És a nagyon nagy változás az úgynevezett quick fix, a gyors intézkedések keretében az egész közösségi termékügyletes rendszer át fog alakulni 2020-tól. Vannak még kisebb változások, például a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfa kulcsa lecsökken, illetve az adatszolgáltatást érintő változások nagyon jelentősek lesznek, hiszen jövőre, július 1-től minden számlára gyakorlatilag, amit adóalany felé állítunk ki, vonatkozik az elektronikus adatszolgáltatás. És ezzel párhuzamosan a befogadói belföldi áfa összesítő jelentés is sokkal több ügyletre fog vonatkozni. Hát ennyit előzetesen Dióhéjban Kett csinálónak, szeretettel várom Önöket az Adó Egyetemen.